pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. Török Lajos vezető elemző a vonalban. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Na, mi történik a béten? Hát a béten most egy kisebb pirossal kezdtük meg a napot, 0,4%-os csökkenés, látunk 42.823 ponton kereskedik a Bux Index. A forgalom azonban hát még nem túl magas, itt alig több mint 2 milliárd forint, 2,3 milliárd forint környékén vagyunk, és hát OTP és a MOL is mínuszban, 1,5 illetve 1,7%-kal 10.145 illetve 2.824 forintra csökkentek. Hát itt ugye nyilván a vészhelyzet miatti bizonytalanság azért mindenképpen bejátszik. Nyilván ha azt mondja az ember, hogy bankadó vagy szektoriális adók, akkor ez a két cég mindenképpen érintett lehet, és hát ki tudja, hogy mire fogjuk használni ezt a mostani vészhelyzet adta lehetőséget. A Richterenek ellenére nagyon jó erőben van, 2,5%-os plusz látunk, 2565 forinton a részvény, bár a forgalom mindössze 172 millió forintos, a Telekom pedig a tegnapi erős napja után a 0,5%-ot csökkent 417 forintra. A nemzetközi... Igen, bocsánat. Több 13 millió forintos forgalmát csak ennyit akartam adatni, de nem fontos. Hát a 13 millió forintos Telekom forgalom valóban nem az. A kérdés, hogy milyen a nemzetközi hangulat, mert úgy látom, hogy ott viszont jobb a nemzetközi hangulat, azért is kicsit talán meglepő ez a gyengélkedése a Buxnak. Mindenképpen jobb, tehát hogyha azt nézzük, hogy 0,4%-os plusz van a DAX Index és a Eurostoxx 50-et van, az DAX már 0,5%-os plusz van a futures-ök alapján, az mindenképpen jobb hangulatra utal. Azért hozzá kell tenni, hogy ott máshol nem fognak bevezetni vészhelyzetet, úgyhogy lehet, hogy ez segíti a nemzetközi tőzsdéket, bár az utóbbi napokban elképesztő csapkodás van. Tehát tényleg azt látjuk, hogy a plusz 2-3%-ok, a mínusz 4%-ok egymást felváltva érkeznek, tehát nyilván azért most lehet azt mondani, hogy kisebb korrekció a tegnapi nagy mínuszok után. Uh-huh. Okay. Mi a helyzet a devizapiacon? Forint, hogy tartja hát magát? A vészhelyzet hát, hatására. A vészhelyzet maga hatására nem volt akkor elmozdulás, most 383 forinton és 41 filléren vagyunk az euróval, szemben egy dollárért pedig 358 forintot és 57 fillért kell, nyilván itt azért a Virág Barnabás nyilatkozott tegnap nem tett jót a jegyzésnek, végre egy kicsit erősödtünk volna, amikor sikerült ismét a gyengülés irányába lőtni a forintot, egyébként az euró-dollár árfolyamában nincsen akkora elmozdulás, most 1.0691 kereszt. Itt érdekes, hogy pár nappal ezelőtt még az 1.04-jel kacérkodott ugye az euró-dollár jegyzése, most pedig az 1.07 fölött is voltunk, tehát itt tényleg itt is azért elég nagy mozgások vannak. Oké, köszönjük szépen az infókat, további jó munkát nektek, jó kereskedést! Köszönöm, sziasztok! Török Lajos vezetőelemzővel beszélgettünk a budapesti értéktőzsde nyitása után egy bő 40 perccel. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.